Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jön egy kis Warframe, igen, még mindig Európa körtúrán vagyok, csak jelenleg itthon tartózkodom. Beszélgessünk egy kicsit az új passzívakról, amelyek bejöttek, szerintem érdemes szót adni nekik, mert több frame-re is jött passzív, úgyhogy szépen gyorsan, rövid videóval végigmenjünk rajtuk. Az első S, ugye a Bleed Prox, hogy fordítsam ezt magyarul, az a sebzés, amit beadsz az ellenfélnek, ami ugye a vérzés sebzést okozza. Gyakorlatilag ezek most már 25%-kal halálosabbak, és 50%-kal tovább tartanak. Egy nagyon jó dolog passzívnak, főleg, hogyha high-end küldetésekre akarsz menni az S-sel, a nagyobb ellenfelek nagyobb sebzést kapnak, és több ideig fognak vérezni. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog. Banshee passzívja minden fegyvert hangtompítósnak keze, szóval minden fegyver ilyen silent lesz, nem lesznek a fegyver, hangok nem fognak számítani, szóval gyakorlatilag, hogyha az ellenfél látóhatárán kívül vagy, vagy hogyha a háta mögött vagy, akkor ez azt fog jelenteni, hogy ha lelősz valakit, akkor mindig bónusz affinity-t fogsz kapni rá, nem egy rossz dolog, de ez valószínűleg ugye csak akkor működik, hogy az ellenfél látóhatárán kívül vagy, hogyha a riasztó nincs bekapcsolva, és a többi, és a többi. De a lényeg az, hogy passzívként nem egy rossz a bensinek, hogy minden fegyver hangtompítós című történet. Na, az ember receiving a hit status effect will regenerate energy for duration of the status 10 energy per second increase power strength by 35%. Na, ez viszont jól elolvastam angolul, increase power strength by 35%. Szóval a lényeg az, hogyha az ember bekap egy tűzsebzést, amennyi ideig tart az a tűzsebzés, annyi ideig fog növekedni az energiája, visszatöltődni az energiája, ez másodpercenként 10 energiát fog jelenteni, tehát 8 másodperces tűzsebzésnél kapsz egy 10 80 egységnyi energiát, ami kurva jó dolog, azt kell mondjam. Továbbá bónuszként még 35%-kal megnő a képességének az ereje. Ez meg, tehát ez ilyen, van egy 100, nekem olyan 100% fölött, 130% körül van, vagy 170% körül van valahol a képessége, az ultiának az ereje. Erre még rájön egy 35%, hogyha felgyújtanak, nem egy rossz dolog, nem? Szóval kellemesen fogaljuk a hitrate. Hitrate-ot érdemes kipróbálni, srácok. A hitrate azt csinálja, hogy ha ugye fölugrasz és földbe csapsz a kardoddal, 50% eséllyel jönnek elő a ezek a polip csápok, azt kell mondjam, tehát 50%-os esélye van, hogy egy, nem több, egy polip csápot csinálj el, de több polip csápot is jelent. Tehát a több csapsz a földbe, több polip csáp lesz, azt kell mondjam, és ezek tartanak 15 másodpercig. Végül is nem rossz, nem? Tehát egy ilyen mókás, passzív, nem egy rossz dolog. Limbo passzívja, ami közben a riftben vagy, megnő a sebességed, és megnő az újratöltési sebesség, továbbá a fegyverváltás képességed is. Tehát gyorsabban váltasz fegyver, gyorsabban töltesz újra, és gyorsabban mozogsz. Ez van, miközben a riftben vagy. Ez a limbo passzívja, nem egy rossz dolog. Lokinál azt hiszem egy nagyon hasznos dolog, mert a spy mesternél erre szerintem szükség van. 10-szer több ideig tud lógni a falon. Tehát 10-szer több idő a fal, amikor így felkapaszkodik a falra, és ott van, ez 10-szer több ideig bírja a Loki. Neki ez a passzívja. Magnek a passzívja, hogyha bullet jumpot csinálsz, ugye, hogyha ugrasz, a bullet jump az, amikor ugrasz, és így, mint a golyó, így megpördülsz előre, vagy mondják ezt delfinfejes, vagy csukafejes, csukafejesnek mondják ezt, ugye, ha csinálsz egy ilyen csukafejes ugrás, akkor a Magnél egy vákum effektus keletkezik, és ugye, hogy be fogja szippantani az ellenfelet, ez lesz a Magnek a passzívja, szerintem nem egy rossz dolog, a Necros is kapott. Ez egy nagyon jó passzív a Necroshoz. Ha 10 méteren belül van egy ellenfél, aki meghalt, 5 életet fog visszatölteni Necroson. Tehát megölsz valakit, és ez 10 méteren belül van, akit megöltél, 5 életet vissza fog neked azt tölteni. Ez tök jó. Ez szerintem tök jó. A Nova is kapott. When Nova is knocked down, she will knock down enemies in 6 meter radius damage. Ha a Nova elesik, leütik, című történet nem csak úgy ütik le, hogy ott is marad leütni, hanem elesik, leütik, akkor 6 méteres rádiuszban
szintén ellöki az ellenfeleket, lelöki az ellenfeleket, és damage-et is fog rájuk mérni, nincs szám. A lényeg az, hogy rájuk fog mérni egy damage-et. Nix. Ez nagyon-nagyon-nagyon érdekes. Ellenfelek, akik Nix erejének, valamelyik erejének a hatás alá kerülnek, esély van arra, hogy eldobják a fegyverüket. Ez nem egy rossz dolog. Az Oberon tetszik a legjobban, azzal szerintem nagyon jól lehet szórakozni. Az Oberon minden élőlény, az élőlény alatt minden állat, igen, tehát minden állat, mindegy, hogy ellenséges állat vagy vadállat kategóriába tartozik, amely 10 méter belülre kerül hozzád, és ez epic, 20 másodpercig Oberon mellett fog harcolni. Tehát tegyük fel, ott vagy Drakon Oberonnal, ultizgasz, hozod a damage-et, és jön a macskás kurva, és oda jönnek a macskáid megkarmolni, tehát 10 másodperc, 10 méteren belül vagy, a macskák a te oldaladra fognak állni, és megtámadják a gazdájukat. Szerintem ez egy bravúros passzív képesség, és nagyon jól jön az Oberonnak, mert nem mint a Ramfénerár átdolgozás, de ez a passzív, ez egy tök jó dolog. Lehetne ilyen aktív is, de igazából. Trinity, ezt nem is értem igazából, hogy működik, azt mondja, hogy Revive Fallen Allies Faster from Further Away. Gyorsabban tudod feléleszteni a társaidat, hogyha távolabb vagy tőlük, de ezt nem igazán tudom értelmezni, ha valaki tudja, akkor ezt írja le, kérem, hogy ez hogy működik. Vóban egy nagyon jó passzívot kapott. A frémek, amelyek egy 20 méteres közelségben vannak hozzád, 25% bónusz armort kapsz. 4 frém, vagyis hát 3 frém gyakorlatilag már fölér 75%-kal. Ez tök jó, vagy nem tudom, hogy számolja ezt, tehát hogy 100% lesz-e a tieddel együtt, vagy nem, de szerintem csak 3 frémet számol, és akkor 70%, és akkor tök jó. Szerintem ez egy jó dolog, főleg a WoW-ban Prime-nál. Szóval a Volt, ez egy tök jó passzív, hogyha támadsz a Volttal, tegyük fel, kardozol, vagy lősz, azt hiszem a lövés is működik, de kardozásra biztos fog működni, és úgy csinálod mindezt, hogy a lábad nem emelkedik el a talajtól, esély van rá, hogy bónuszként elektromos sebzést vigyél be a következő támadásra. Tehát tegyük fel, csak a földön mozgolódsz és nem ugrálsz a Volttal, minél többet vagy a földön és úgy támadsz, tegyük fel, kardozol, nem tudom, hogy a lövésnél működik-e, akkor gyakorlatilag a Voltnál esély van egy bónusz elektromos sebzése. Ez is tök jó. Ennyi lett volna a bónuszok lényege. Ez egy tök jó update volt, én kellemesen fogadtam az új változásokat, még hogyha a Trinity-t egy kicsit így oda szúrtak neki, hogy ne legyen már annyira tökéletes. A többi változás viszont én kellemesnek vettem, és egy kicsit visszaadja a Warframe-nak és esetleges nehézségét, a modolás élvezetességét. Egy-két karakternél, akinél már tényleg nem számított, hogy ahogy modolod, úgyis működött, tegyük fel itt a Valkürt, vagy egy kicsit úgy némi izgalmat hozott ezeknek a Warframe-nek az életében, mint a Meg és a Volt, hogy így változtattak. Ugye ez egy egész jó koncepció volt, szerintem ez egy jó változás volt a jobb játék irányába. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!